Jó napot kívánok! Bár hosszú hétvége van, készülünk április 8-ára, sőt április 9-ére a közös kormányzásra. Ennek megfelelően ma árnyékkormányon tanácsadó testületem tagjai kiegészülve az MSZP szakpolitikusával, Halangozó Tamással átbeszéltük, hogy hogyan tudjuk végrehajtani azt a 10 miniszterelnök jelölti vállalást, és azok közül is az elsőt és talán az egyik legfontosabbat, hogy visszaveszünk a közpénzből létrejött fideszes magánvagyonokat, és egy tisztességes közéletet teremtünk. Ez volt annak a 10 miniszterelnöki vállalásnak az első pontja, amit néhány héttel ezelőtt megosztottam a nyilvánossággal, és ma ezzel az első ponttal kezdtük meg a munkát. Ez a pont azért különösen fontos, mert ma Magyarország kormányzás helyett rablást végez. Magyarország kormánya tulajdonképpen nem a magyar közérdeket, hanem a fideszes magánérdekeket szolgáló döntéseket hoz. És az elmúlt években olyan óriási magánvagyonok jöttek létre, amelyek nemcsak hogy igazságtalanok, de hogyha egy jogállami, demokratikus, tisztességes országot szeretnénk, akkor ezeket a vagyonokat nem tudnánk szőnyeg alá söpörni, részben azért, mert olyan óriásiak, hogy nincs ez a szőnyeg, ami alá odaférnének. Igazságot kell tehát tennünk, méghozzá jogállami eszközökkel. Arról beszéltünk a mai egyeztetésen, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Én két dolgot szeretnék kiemelni, ami egyrészt a múlt rendbetételét illeti, a másik pedig az, hogy hogyan tudunk a múlt rendbetétele után egy tisztességes kormányzást megvalósítani. Nagyon fontos, hogy az egyik első lépésünk lesz az antikorrupciós ügyészség létrehozatala, illetve az Európai Antikorrupciós Ügyészséghez való csatlakozás. Van erre nemzetközi példa. Nagyon sokan hitetlenkedve fogadják azokat a vállalásainkat, hogy igenis a közpénzből létrejött magánvagyonokat vissza lehet szerezni, nem kell olyan messzire menni, Romániában működik már antikorrupciós ügyészség, működnek azok az eljárások, amelyek jogszerű bírósági döntések után döntöttek a vagyon visszaszerzéséről. Nem kell más tennünk, mint a romániai példát alaposan megvizsgálva, annak bizonyos elemeit újra gondolva, de az alapvető elképzelését megvalósítva Magyarországon el tudjuk indítani ezeket az eljárásokat. Katalba Kenő jogászprofesszor azért állít mellettem, mert őt kértem meg arra, hogy az antikorrupciós ügyészség kidolgozásával kapcsolatos részleteket készítse elő, hogy az egyik első döntésünk lehessen az, hogy ezt az intézményt létrehozzuk az április 8-ai választás után. És amennyi már az ő személye kapcsán sikerült az új parlamentben konszenzus kialakítani, akkor szeretném, hogyha vállalna ezt a feladatot, de ez majd akkor tudjuk, ebben az ügyben akkor tudunk döntést hozni, hogyha látjuk a parlament valódi összetételét. Viszont nem csak a múltat szeretnénk lezárni és tisztességgel lezárni, hanem olyan antikorrupciós intézkedéseket szeretnénk bevezetni, amely a mindenkori kormányt, a karácsonyi kormányt is kötelezi, és mindenféle garanciát biztosít arra, hogy a minden kormányt megkísértő korrupció ellen hatékonyan fel tudjunk lépni. Azt is mondhatnám, hogy ennek az első lépése az az uglói modell, amit 2014-ben az uglói önkormányzat már bevezetett, hiszen talán tudják, vagy emlékeznek rá, ha nem, akkor szívesen emlékeztetem mindig önöket arra, hogy polgármesteri választásom után az uglói képviselőtestület első döntése volt, hogy elfogadta azokat az átláthatósági szabályokat, amelyeket a magyarországi antikorrupciós szervezetek dolgoztak ki, amely a tökéletes és teljes átláthatóságot indítványozza. Ezt kell országos szinten is megvalósítanunk. Minden állami szerződés csak akkor léphet hatályba, hogyha nyilvánossá vált nem csak maga a szerződés, hanem a szerződés létrejöttét megelőző minden dokumentáció. A korrupció egy olyan dolog, amivel nem szabad együtt élnünk. Nem csak az elmúlt 8 év korrupcióját kell lezárnunk, hanem olyan módon kell az új kormányzást elindítanunk, amely védetté teszi a magyar adófizetőket és a magyar politikusokat is a mindenkori korrupciós nyomással szemben. Ez tehát az a két legfontosabb része ennek a vállalásnak, amit szeretném megvalósítani, és ennek a személyi garanciája az, hogy Kaltenberg Kenő vállalta, hogy az antikorrupciós ügyészség részletes garanciáit, részletes feltételeit kidolgozza. Ő fog most beszélni, és utána pedig Halangozó Tamás fog arról beszélni, hogy mit teszünk addig is, ameddig nem sikerül ezeket a közpénzből kialakított magánvagyonokat visszaszerezni. Hadd kezdem néhány számmal, hogy lássuk, hogy miről is van szó. Becslések szerint a korrupcióval érintett összeg évente körülbelül 500 milliárd forint. Ez az éves átlagos EU támogatásnak a fele. Ez egy olyan nagyságrend, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy így a dolgok nem mehetnek tovább.
Egy másik adat, a Magyarország a korrupciós világranglistán az elmúlt években az 57-ről, illetve bocsánat, a 47-ről a 66. helyre esett vissza. Itt tényleg egy alapvető, súlyos, az egész társadalmat érintő problémáról van szó, ami nyilvánvaló, megszüntetendő már csak azért is, mert az emberek elvesztik, sőt, nagy részük már el is vesztette a politikába vetett bizalmat, amit például az is bizonyít, hogy Magyarországon egész EU tekintetében a legalacsonyabb azoknak a száma aránya, akik egyáltalán hajlandók fellépni a korrupció ellen, bejelentést tenni hajlandók, mert nem bíznak a bejelentés sikerességében. A megkérdezettek közül mindössze 23% mondta azt, hogy ő bejelentést tenne, ez hihetetlenül alacsony világviszonylatban is, mert az emberek elvesztették a hitüket abban, hogy egy tisztességes állam tisztességesen tudjon működni. Én azt hiszem, hogy ezek az adatok önmagukban elegendők ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy mekkora szükség lenne egy olyan szervre, amelyik komolyan, tisztességesen, függetlenül, részrehajlás nélkül fellép a korrupció ellen, és egyszer is mindenkorra megszünteti ezt a fekét, ami ennek az országnak a testén az elmúlt években, évtizedekben kialakult. Az antikorrupciós ügyészségnek a függetlennek kell lennie, éppen ezért nagyon magas követelményeket állítunk ezzel szemben, olyan módon kell megválasztani, létrehozni, amelyik biztosítja ezt a függetlenséget és a pártatlanságot. Hozzátenném még azt is, hogy a korrupció ellenes ügyészségnek az egyik legfőbb feladata az elmúlt 8 év közbeszerzéseinek és támogatási szerződéseinek a szisztematikus átvizsgálása, és ezekben az esetekben, hogyha miután ezeknél a közbeszerzéseknél ugye a trükk az szokott lenni, hogy hihetetlen mértékben fölül árazzák az elvégzendő munkát, megnézzük ezeket az árkalkulációkat, független, objektív szakemberrel megvizsgáltatjuk őket, és ennek megfelelően szankciókat alkalmazunk azokkal szemben, akik ilyen módon gazdagodtak. Így lehet visszaszerezni azokat a pénzeket, amelyeket tisztességtelen módon szereztek meg, elsősorban fideszes, illetőleg Fidesz közeli vállalkozások. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm Önöket. Gyorsan engedjék meg, hogy távirati stílusban végigmondjam azokat a pontokat, amik a korrupcióellenes ügyészség és a vagyon elkobzás, vagyon visszaszerzés, igazság szolgáltatási útján túlmenően a magyar országgyűlés akár feles többségével, illetve a kormányzati többséggel is megoldható eszközök ahhoz, a célhoz, amit a miniszterelnök jelöltünk is elmondott. Az első ilyen, hogy újraindítjuk a vagyonosodási vizsgálatokat és szigorítjuk a vagyonnyilatkozati rendszert. Az elmúlt években éves szinten ezek a vagyonosodási vizsgálatok leállításával éves szinten 10 milliárd forintos bevételektől esett el az állam, ez nem becslés, ezek olyan számok, amik azt megelőző ciklusban bizonyították, hogy a vagyonosodási vizsgálatoknak ilyen eredménye tud lenni. Megsemmisítjük a visszaélésszerű jogalkotással létrehozott törvényeket. Ezek a különböző Lex néven elhíresült törvények, az egyik ilyen minta példája a trafik ügy. Ezekben az esetekben a törvényeket megsemmisítjük, és az eredeti állapotot a lehetőséghez mérten visszaállítjuk. Felülvizsgáljuk az állami földek bérbeadásából és értékesítéséről szóló döntéseket. Itt elsősorban azokról van szó, nyilván nem a tisztes gazdákról, akik spekulánsként vagy fideszes oligarchaként szerezték ezeket a földeket, és ezeket nyilvánvalóan be is lehet bizonyítani. Két olyan pontra szeretném felhívni a figyelmüket, amik nagyon fontosak a vagyonvisszaszerzés, a költségvetésbe való visszafizetés szempontjából, hiszen feles többséggel is bevezethetőek, az általunk oligarha adónak nevezett javaslat, amely azt mondja, hogy szinte kizárólag költségvetési, azaz magyar vagy uniós forrásból bevételt szerző cégeknek különadót vetünk ki. Ezek elsősorban a
a nagy vállalkozások lesznek. Ezt úgy érjük el, hogy 1 milliárd forint fölötti árbevétel esetén él majd csak ez a javaslat. Tehát ezeknek a cégeknek a nyereségadójuk 75%-át vissza kell fizetniük a közösben. Ezeket a neveket önök naponta hozzák le a híradóba, pontosan tudják, hogy kikről van szó. Ezeket a pénzeket ezzel a módszerrel addig is vissza lehet szerezni a köz javára, amíg esetleg a korrupciós ügyészség felállítása megtörténik. És hasonló konstrukciót javaslunk a letelepedési kötvényes cégekkel kapcsolatban. Egyrészt megszüntetjük a kötvényforgalmazást, másrészt nyilvános elszámolásra hívjuk fel a cégeket, harmadrészt a nyereségük 75%-át visszakívánjuk tetetni a közös kasszába. Ha ez a pénz nincs már meg, akkor büntetőeljárás lesz, ha ez a pénz megvan, akkor megy a közösbe, amiből lehet a továbbiakban is a magyar emberek számára fontos célokat megvalósítani. És végezetül újra bevezetjük az offshore adót, szeretném önöket emlékeztetni, hogy ezt már a Fidesz kormány előtti kormány ugyan bevezette, de valamilyen rejtélyes, talán ma már annyira nem is rejtélyes módon a Fidesz egyik első intézkedésével eltörölte azt az offshore adót, amely ilyen esetekben egyszerűen a forrás vagyonra 30%-os adót vet ki, és ezzel biztosítja azt, hogy ne érje meg a magyar költségvetést megkerülve gyakorlatilag kilopni Magyarországról ezt a pénzt.